Jó estét kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű, hát inkább őszi estén, de arra kérek mindenkit, hogy majd a tenyerét úgy használja, hogy azzal a keltett légnyomással a felhőket zavarjuk el innen, mert itt most semmi közük nincs ehhez a rendezvényhez, hiszen ez a zenekar, aki itt ma a színpadon látható, mondhatnám azt, hogy hetek, hónapok óta készül erre ma estére, és kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag teltház van a sátorban, ez mintegy 5-600 ember megítélésünk szerint, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy a zord időjárási előrejelzések ellenére mégiscsak eljöttek, hiszen egy nagyon színvonalas este vár ránk, egy csodálatos két óra hosszás szórakozás, amellyel mindenki feltöltheti így a hétvégén szívét, lelkét, és holnap újult erővel kezdheti meg a munkát. Hölgyeim és uraim, tisztelt zenekedvelő közönségünk! A centenáriumi induló nyitódallamai után nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 2021-es nyáresti fúvós muzsikán. A színpadon a mai est szervezői és fellépői Kiskörösváros fúvós zenekara vezényelt Sipos Béla Karnagy. Még egy nagy tapsot kérünk! A színpad kicsinyek bizonyult, hiszen úgy volt előzetesen, hogy 60 zenésznek kell hely, de ma is érkeztek még olyanok, akik csatlakoztak a zenekarhoz, és majd a sztár fellépőkkel együtt közel 70-en fognak majd muzsikálni. Ez egy nagyon szép szám. Azt gondolom, hogy egy ilyen kisvárosban 70 muzsikus, 70 művész ideül egy színpadra. Jövőre majd ide is, oda is egy méterrel többet szeretnénk majd kérni, meg előre is, hogy kényelmesen, hiszen fúvósokról van szó, akik nagy levegőket vesznek időnként, úgyhogy csodálatos látvány először is, de itt igazán majd a fülünkre kell hagyatkozni, hiszen ott érnek bennünket csodálatos élmények. Kiskörös életében hagyománnyá és városunk meghatározó művészeti színfoltjává vált a nyáresti fúvós muzsika. Az első nyáresti koncertet 2018 nyarán óriási lelkesedéssel szervezte Mlinko Nelli. A dobok mögött ül, és valamikor kapus volt, tehát a ritmus érzéke onnan is majd figyelhető, hogy a reflexei és a zenéhez ugye egy dob, a dob meg basszus. Tehát az kell ahhoz, hogy a művészek utána a szólisták és a többi hangszer tudjon mihez igazodni. Nelli tehát, aki megálmodta ezt a koncertet, és egészen fiatal kora óta 15 éve ül a dobok mögött a zenekarban. Nelli célja egy olyan vidám hangulatú koncert megszervezése volt, ahol a zenekar mellett fellépnek a régi és új mazsorettes lányok. Ahol a színpadon nem csak a városi fúvós zenekar zenészei, de Kiskörösváros régi zeneiskolása mai napig aktívan zenélő növendékei és művészei összegyűlnek. Ehhez nagy segítsége volt a csapat tenor szaxofonosa, Király Dóra. Egy nagy tapsot kérünk Dórának is. Dóra már 18 éve oszlopos tagja a zenekarnak, a 2018-as és 19-es nyáresti koncert zenészeinek magját Kiskörösváros fúvós zenekara adta, de szép számmal jöttek örömzenélni régi zenésztársak, barátok, a Kiskörösi Evangélikus fúvós zenekar, a Kiskörösi Baptista fúvós zenekar tagjai, vagy akár a Szólam Művészeti Iskola művésztanárai, pedagógusai. Különösen nagy öröm viszont látni azokat a zenésztársakat, akik zenei pályán folytatták tanulmányaikat, vagy profi szinten már művészként járnak haza együtt muzsikálni a régi barátokkal. Az első nyáresti koncertek olyannyira jól sikerültek, hogy újra összekovácsolták a csapatot, így alakult, hogy ma már a nyáresti fúvós muzsikusok alkotják Kiskörösváros fúvós zenekarának a magját. Sipos Béla Karnaggyal az élen, aki 2019 nyarán találkozott és dolgozott először együtt a csapattal. A zenekaros közösség a mai napig nagyon összetartó, próbákra nem csak Kiskörösről, de Debrecenből, Budapestről, Szegedről, Szentesről, de még Grazból is érkeztek zenészek. Azért, hogy együtt muzsikáljanak. Jelenleg kisiskolások, gimnazisták, egyetemisták, felnőtt emberek alkotják a zenekart, több család is örömzenél a csapatban. Most pedig szeretném tisztelettel felkérni Font Sándor, országgyűlési képviselő urat, Kiskörösváros fúvós zenekarának fővédnökét,
hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Karnagy úr, polgármester úr, kedves zenészek, kedves érdeklődők, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm azt a lelkesedést, amelyet hallhattunk, hogy hogyan is indult el a Kiskörösváros fúvószenekarának a nyáresti rendezvény sorozata, és valljuk meg őszintén, hogy mi ide nagy élvezettel szórakozni jöttünk, de ez a fúvós együttes, ez a zenekar egy küldetést is betölt, hála Istennek. Hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen létszámú 70 fő, és hallhattuk, hogy milyen zenei előéletet éltek már ezek a zenészek, és hol, hány területen, városba, netán határon túl is élnek, és esetleg gyakorolják is munkájukat, de egyben ezzel küldetést is végeznek. Itt a hazai könnyű és komoly zene repertoárt ismertetik meg velünk, hazai és nemzetközi zeneszerzők munkáját ismertetik meg velünk, tehát egy edukálás is az ő küldetésük, és ez nekünk szól felénk, hogy felismerjük azokat a gyönyörű szólamokat, hangokat, visszatérő fordulatokat zenében, amelyekre azt mondjuk, hogy igen, ezt már valahol hallottam, ezt a kiskörösi fúvós zenekar ezt már játszotta. És nyilvánvaló, hogy egy-egy ilyen alkalom arra is lehetőséget teremt, hogy a tehetségeket, az utánpótlást felkaroljuk, vagy netán épp megszerettessék az itt ülőkkel, vagy éppen ma még zeneiskolába járó kezdő növendékekkel, hogy egyszer majd ők is ülhetnek itt a színpadon, rang legyen itt ülni évről évre a színpadon, és ez egy igazi küldetés, mint ahogy mondtam, és ez a zenekarnak talán a színfoltja, a logója is lehetne. Egy társadalom filozófus azt mondta, hogy közgazdaságtan, orvostudomány, pénzügyi ismeretek nélkül nem lehet élni egy társadalomban. Ugyanakkor a zene, a művészet, a líra, a szerelem nélkül pedig nincs értelme élni. Most mi ezt a második mondatot ragadjuk meg, amikor a zene, a művészet, a líra vonalán úgy gondoljuk, hogy nincs értelme élni, hogyha ilyenhez nem jutunk hozzá, és úgy tűnik, hogy ebben segít ma nekünk, ma esti rendezvényével a zenekar. Én ehhez az örömteli zenéléshez és ez a küldetéshez, amelyről az előbb említést tettem, sok sikert, nagy erőt és kitartást kívánok, hogy évről évre itt élvezhessük az Önök produkcióját. Gratulálok a zenekar vezetőjének és a zenekar tagjainak. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen Font Sándor úrnak ezt a méltató beszédet. A pandémia árnyékában az elmaradt újévi koncert után a csapat nagy reményekkel várta ezt az augusztusi időpontot. Szívvel, lélekkel, maratoni szólampróbákkal és tutti próbákkal készültek a mai estére. Szeretnének értéket adni, valamint amit mindenki hazavihet a kis batyujában. Második műsorszámként fogadják szeretettel az Alfred Bösendorfer által komponált Kis magyar rapszódiát, mely a zenekar nagy kedvence. Szóljon a ma este az összetartozásról, a barátságról és a zenéről. Thank you.
A magyaros dallamok után utazzunk egy kicsit délre, a spanyolországi Valenciába. A Manuel Penella szerezte Vadmacska című opera ősbemutatóját 1916-ban tartották. A mű elsöprő sikert alatott a spanyolajkó országokban, még New Yorkba is eljutott. A mai napig több mint 100 évvel később az opera Paso Doble. Még mindig kedvelt darab. A mai estén a műsorszámot mazsorettes lányaink színesítik. A színpad előtt a csillagfény és a gyöngyszem csoportok, illetve a visszatérő csoportok közül a Zafír, a Holdfény és a Napfény csoportok néhány tagja. A lányok a hosszú karantén után idén nyáron kezdtek el újra országos versenyeken részt venni, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Hajdunánásról minden kategóriában kiemelt arany oklevéllel tértek haza, a legjobb tamburmajornak és a legjobb koreográfiának járó díjat is elhozhatták. Tapsoljunk meg őket, már itt sorakoznak, hiszen ez hibátlan teljesítmény. Külön büszkeség, hogy a Magyar Fúvós Zenekari és Mazsorett Szövetség az idei évben Kiskörösváros Mazsorett csoportjainak és művészeti vezetőjüknek, a Magyar Fúvós Zenekari és Mazsorett Szövetség elnökségi tagjának, Mózer Györgynek ítélte a nívódíjat, több évtizedes kiemelkedő munkájukért és a tavaly nyáron itthon elért D-fokozatú kiemelt aranyminősítésükért. Még egy nagy tapsot kérünk! A lányok nagyon nagy lelkesedéssel készültek a mai estére, kifejezetten így, hogy a csoportok összefogva egy ilyen nagyszabású koreográfiát hozhattak el a közönségnek, melyben a mazsorettben használt mindhárom szer, a bot, a pompom és a zászló is megjelenik. A koreográfiát készítette Gubacsi Zsófia!
Valenciából tehát indulunk tovább, és a következő állomáshely Párizs lesz. Egyenesen egy chanson estre repít bennünket a következő műsorszám, ahol felcsendül a Hulló falevelek című dal, melyet az 1940-es években szerzett Kozma József, magyar származású francia szeneszerző, és ehhez a szöveget Jacques Prévert írta. Eredetileg egy balettfilmben csendült volna fel a dal, végül az Éjszaka kapui című filmben hallhatta először a nagy érdemű. A Hulló faleveleknek az első felvételek óta számtalan feldolgozása született a világ csaknem összes nyelvén és hangszerén. Napjainkra már több mint 600 előadó tűzte műsorára, a magyar változatot Vécsei Ernőnek és Reményi Gyenes Istvánnak köszönhetjük. Szóljon hát a Hulló falevelek, szólót játszik alt-szaxofonon a zenekar oszlopos tagja Csvilla Johanna, szólót énekel a Sandwich zenekar énekesnője Váci Vachmann Ildikó, aki már harmadszor tér vissza hozzánk, hogy gyönyörű hangjával színesítse a nyáresti fúvós muzsikát. Színpadon tehát Váci Vachmann Ildikó.
Váci Vaxman Ildikót hallhattuk tehát, és ez a dal mint egy jelszót adhatott itt a környékbeli fáknak a hulló falevéllel. Már egy párat látunk is, de még ezt nem akarjuk észrevenni, hiszen még a jövő hétvégére ígéretünk van egy csodálatos nyári időjárásra, hiszen akkor is majd nagyon értékes rendezvényeket, koncerteket, előadásokat, kiállításokat hallhatnak, láthatnak, úgyhogy jöjjenek vissza már péntek estétől vasárnap estig a jövő hétvégén is. Most pedig a következő dal azt hiszem, hogy nagyon sok mindenkinek fogja megérinteni a szívét, lelkét. Egy ilyen önvallomásként is nevezhetnénk a dalt, és abban az évben íródott, amikor én magam születtem, hát ez lehetne egy kvíz kérdés, elárulom, 1967-ben. A dél-franciaországi vakációját töltötte éppen Paul Anka, kanadai-amerikai énekes és dalszövegíró, amikor Claude François előadásában meghallott ezt a fülbemászó francia dalt. Nem sokkal később Párizsba repült, hogy megvegye a dalhoz tartozó jogokat, hogy elkészíthesse az angol verziót és szöveget írhasson egy legendának, jó barátjának, Frank Sinatrának, aki a 20. század egyik legmeghatározóbb pop-jazz énekeseként írta be magát a történelembe. Így jelent meg 1968-ban Sinatra kislemeze, a nosztalgikus, életösszegző sláger, a My Way, az én utam. A dalban közreműködik Tömösi Tamás, aki a Napfény városából Szegedről érkezett hozzánk. Tamás tapasztalt szólóénekes, a Magyar Honvédség 5-ös számú Bocskai István lövészdandár Hódmezővásárhely helyőrségi zenekarának ütőhangszeres művésze és a Katona zenekar fellépéseinek állandó szólóénekese. Tömösi Tamás a színpadon!
moved, and though her steps subside, I feel it's all some music to sing. I did all, and I sing, no need to shy. Tömösi Tamást hallhattuk, gyönyörű volt, köszönjük még egyszer, Tamás. A következő műsorszámra repülőre kell ülni, és egészen az Amerikai Egyesült Államokba kell, hogy utazzunk, hiszen a Walter Schneider által 1997-ben komponált Trombone Dreams, egy fülbemászó blues következik, melyben főszerepet kap a szólóharsona. Maga a blues egyszerre zenei műfaj és zenei forma, amely az Amerikai Egyesült Államokból terjedt el, főként a déli államokban, az afroamerikai közösségekben. Az első kották az 1910-es évekből származnak, a dalszövegek főként társadalmi problémákról, nehézségekről szólnak, melyek az afroamerikai közösséget érték a 19.-20. században. Mára már a bluesnak számos alműfaja létezik, és az a jó benne, hogy sohasem megy ki a divatból, hiszen gyakorlatilag az összes ismert zene merített és merít belőle a mai napig. A mai estén szólót játszik tenorharsonán Szentgyörgyi Ábel, aki rendszeres szólistája a csapatnak. Ábel még Boldocki Róbert tanítványa volt a művészeti iskolában, lassan 10 éve tagja a zenekarnak, ma már egyetemistaként jár a próbákra. Nincs olyan újévi vagy nyáresti koncert, ahol ne számíthatnánk rá. Következzék tehát a Trombone Dreams! Thank you.
Szentgyörgyi Ábelt hallhattuk, lélek volt a harsonában. És egy kis személyeset Ábel, engedj meg, most már megbocsájtok, hogy abba hagytad a kézilabdát. Ez egy kicsit jobban megy, bár nagyon tehetséges voltál a kézilabdában is, de hát sok sikert tovább az egyetemen is, és a hangszereddel is. Ezután a fülbemászó blues után tisztelettel felkérem Domonyi László polgármester urat, hogy szóljon néhány szót a zenekar tevékenységéről. Képviselő úr, Karnagy úr, kedves zenekari tagok, fellépők és kedves jelenlévők, ezért a zenei estért bármelyik városban sorban állnának a belépő jegyekért, hogy beférjenek a koncertre. Azt gondolom, hogy a mi zenekarunk bárhol megállja a helyét ezzel a minőségű csodával, amit mi ma kapunk. Kiskörös fúvószenei élete sok-sok évtizedre vezethető vissza, hiszen a fúvószene valahogy jól érzi magát itt nálunk. 50-60 évvel ezelőtt kezdődött Kiskörösön már a fúvószenekar, igaz, hogy akkor még vasutas fúvószenekarként kezdtünk, aztán majd megjött a zeneiskola is Kiskörösre, és utána már állami zenekarként folytatta a zeneiskola zenekaraként. És szépen csöndesen, most már mondhatjuk, hogy két évtizede, több mint két évtizede, a fúvószene mellé felnőtt a mi mazsoretünk, Mózer György áldozatos és kitartó munkájával, művészeti vezető úr mindaddig csiszolta ezt a művészeti ágat, még aranylányokká faragta a mazsoreteseinket, hiszen amit hallották, Hajdúnálláson minden korcsoportunk, minden együttesünk kiemelt arannyal jött haza. Fantasztikus eredmény, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen, hogy ez a két művészeti ág, a mazsoret és a fúvószene kiemelkedő minőséget képvisel városunkban. És mi szerencsések vagyunk, hogy évente többször is láthatjuk őket, hallhatjuk a zenekarunkat, és élvezhetjük ezeket a gyönyörű művészeti számokat. Ez nem megy csak úgy, hogy ez úgy ide pottyan. Ezért rendkívül sokat kell dolgozni. A hátam mögött lévő zenekar, tudom, hogy már nagyon régóta, nagyon keményen készült erre az estére is, és készült, és készül azokra a zenekari találkozókra, ahová mennek, meghívják őket. És ugye Kistelek után mondhatjuk, mert pár hete Kisteleken szerepeltek, hogy rendkívül nagy sikerrel megyünk bárhova. Köszönhető ez Karnagy úrnak és a zenekar kitartó áldozatos munkájának.
Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy ma itt lehettünk. És ahogy nézem, körülbelül 120%-os teltházzal vagyunk, ahogyan azt a narrátorunk, Harangozó Péter is mondta. És a köszönetet engedjék meg, hogy folytassam még. Engedjék meg, hogy megköszönjem Soltin és Samu Zsuzsannának a zenekar melletti kitartó munkáját, aki átadta igazgató helyét Markóné Csányi Gabriellának a zenei iskola, zenei művészeti iskolában. Soltin és Samu Zsuzsanna most is itt ül a zenekarban, és nagyon kitartóan és nagyon harcosan állt ki a zenekarunkért, állt ki kiskörös múltjáért, hogy igenis zenekarnak lenni kell és menni kell tovább. Engedjék meg, hogy ezt egy csokor virággal megköszönjem neki. És még meg kell, hogy köszönjem a zenekarunk legnagyobb támogatójának, a Klik igazgatójának, Vágó Ferencnének, hiszen igazából ő most a főnöke a művészeti iskolánknak, és ő is itt van, köszönjük szépen, igazgatónő, a támogatást, a zenekar mellé állást, és a művészeti iskolánknak kapott támogatásainkat. Köszönjük szépen, egy nagy tapsal igazgatóasszonynak is köszönjük. Képzeljék el, amikor a mazsisok itt táncoltak, hirtelen én azt hallottam, hogy esik az eső. És nézek szét, és senki nem akar a sátor alá jönni, mondom, mi történik, te Jézus, ezek az embereket úgy elvarázsolják a lányok, hogy azt se érzik, hogy esik az eső. És pár másodperc után rájöttem, hogy csak a pomponok zaja zavart engem össze, teljesen azt éreztem, hogy esik az eső. Persze, nem eshet elvileg, mert megbeszéltük, hogy ezt a koncertet még kibírja, de hát ha jött valami zavar a rendszerbe, de nem jött. Úgyhogy nyugodtan hallgassuk, engedjük el magunkat a zene örömének, és a kedves fiatal szülőknek szeretném mondani, hogy ezt a hagyományt nem szabad abba hagyni. Figyeljenek oda gyermekeikre. A művészeti iskola kapuja nyitva áll. Várja azokat a fiatalokat, akik a fúvós zenéhez, a vonós zenéhez és minden művészeti ághoz vonzódnak, és a művészeti iskolába küldjék a gyermekeiket. A zene nevel és örömet ad. A zene rendkívül fontos az életünkben. Nagyon fontos, hogy a fülünkben legyen mindig egy ritmus, és együtt éljünk a zene világával, a lelkünket is simogatja, ha tudjuk az alapjait, ha szeretjük a zenét, és ha ezt a művészeti iskola tanárai beültetik a kisgyermekek lelkébe, akkor egész életükben végig fogják ezt vinni. Kérem a szülőket, hogy a művészeti iskolába küldjék a gyermekeiket, ott csak jót lehet tanulni. Élvezzük és hallgassuk a zenét, hiszen fantasztikus számok, fantasztikus minőség, és nagyon-nagyon szép esténk van ma itt Kiskörösön. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, de egyet ne felejtsenek-e, hétvégén, jövő hétvégén folytatjuk a bulit. Köszönjük, polgármester úr, és hát folytatódjék az est, még egy kicsit Amerikában maradunk. A zenekar nagy kedvence a Just a Gigolo és az I Ain't Got Nobody egyveleg.
melyet az 50-es években vett fel a swing királya Louis Prima, New Orleans-i származású énekes, dalszövegíró, karmester és trombitás. A popkultúrában is nagyon népszerű angol nyelvű nóta szövegét Irving Caesarnek köszönhetjük, viszont azt már kevesen tudják, hogy az egyveleg eredetileg egy osztrák tangón alapul, melyet Leonello Casucci szerzett az 1920-as években. Trombita szólót játszik Kőházi Attila, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójaként egyenesen Boldocki Gábortól tanul. Mindig hazajár Kiskörösre, hogy együtt muzsikálhasson a csapattal, melynek már kisgyermekkora óta tagja. A zenekar előadásában szóljon hát a Just a Gigolo! Just a Gigolót hallottuk, Kőházi Attila fújta a szólót, egy nagy tapsot kérünk még neki is. És
És hát folytassuk a műsort. Minden út Rómába vezet, tartja a mondás. Itt született Giancarlo Gazzani, kortárs olasz zeneszerző. Neki köszönhető a Santana egy portré című koncert fúvós zenekarra írt zenemű, mely Carlos Santana Grammy-díjas mexikói származású amerikai latin rockzenésznek és gitárosnak állít emléket. Több slágerét fűzte egy csokorba Gazzani. Santana 76 évesen jelenleg is aktívan zenél. Munkásságában igyekszik ötvözni a latin zenei hatásokat az amerikai nyugati parti rockzenével. Jazzes, rockos dalaival nagyon letisztult és szenvedélyes gitáros. Zenéje nem ismer határokat. Hangszerével olyan feszültséget képes teremteni, mint kevesen. Játékát egyedi hangzás jellemzi. Rajongói élő legendának nevezik. Ezt a hangulatot igyekszik most elhozni a közönségnek a zenekar. Szólógitáron játszik a Sandwich zenekar gitárosa, a kiskörösi Tordik László.